legyetek önfejűek, mert az visz előre. Mindig is önfejű voltam, és sokszor ezért jöttem ki jól. Ez ami úgy jellemzi az eddigi pályafutásomat. Luca mindig is fiúkkal és idősebbekkel edzett, mivel tudta, ez a legjobb ösztönző módszer a fejlődéséhez. Én annyira ilyen lelkis voltam, hogy volt olyan szívrohamszerű tüneteket produkált, amikor nem úgy sikerült egy edzés, tehát ez kicsikoromban jellemző volt, hogy annyira felhergeltem magamat rajta, és egy ilyen, már ilyen pánikszerűen, hogy nem sikerült az az edzés. Te miben hiszel egyébként? Szerintem az visz előre nagyon sokszor, hogyha az ember dolgozik, tölti a zsákot, és alapból az egónak is jó, ha annyit dolgozik az ember, vagy hát nekem például, mert akkor úgy tudok odaállni egy rajthoz, hogy én megtettem mindent. Mi ez a sok egyébként? Napi olyan 3 edzéseket szoktam megcsinálni, és igazából azért is, mert az edzéssel hajtom ki magamat, és az edzéssel kapcsolódok ki, tehát nekem ez ilyen edzésközpontú végül is az életem. Tehát te ember terembe edzés után még edzeni jössz? Igen. Én nagyon szeretek úgy kikapcsolódni, hogy más sportolókkal, vagy akik csak lejárnak épp gyúrni egyet, vagy épp azért, mert poci van, vagy ilyesmi, és akkor látszik, hogy ők más miatt küzdenek, és így én sem annyira rágörcsölve edzek arra, hogy most egy versenyre készülök, hanem inkább ilyen más érzés van, és így igazából engem ez kikapcsol. Tudják, hogy te ki vagy? Hát most már így nagyjából. Én amikor először ide jöttem, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy hát mit sportolsz? És oda bejöttek, oda somban, hogy mit sportolsz? És így mondtam, hogy kajakozok. Tényleg, hát, hogy... És ugye Győrben vagyunk, itt nagyon sokan kajakoztak már. Hát én is kajakoztam, vagy voltam kajaktúrán, vagy ilyesmi. És akkor hát és beszélgettünk, és vannak eredmények. És akkor mondtam, hogy hát... Csinálom, és akkor, de hogy mi a neved, és volt, aki másnap mondta, hogy hát, hogy én nem is ismertelek föl, pedig a tévében ott szurkoltam, csak más a hajad, most nem zöld. Erre a zöld hajra sokan emlékeznek, hiszen ez az az időszak volt, amikor Dusev Janics Natasával 200 méteren párosban világbajnoki ezüstérmet szerzett. Majd a 3-szoros olimpiai bajnoknővel véget ért a közös felkészülés, hiszen Luca Amerikában kezdi meg felkészülését Fazekas Zur Krisztinával. A mostani edzőmmel összeszámoltuk a Viktorral, hogy hány edzőváltásom volt az elmúlt egy évben. Hát elég durva eredmények, azt hiszem 4. És hát ugye el is gondolkoztam rajta, hogy hát ez így lehet, hogy nem annyira jó. De mondjuk, hogy sportot nézünk, akkor én senkire nem hallgatok 100%-osan. Tehát az biztos. És én ezt nem tartom rossz dolognak. Tehát mindig kell lennie szerintem az embernek egy olyan saját döntésének. Mert hogyha egy verseny ki fog kapni, nem azt fogják előszedni, aki a 60. ember azt mondta, hogy most úgy csináld, nem engem, és én leszek az, aki elrontotta. És hát igen, ebből adódott nagyon sok probléma az edzőkkel, hogy én valamit kitaláltam, akkor az nem úgy, és akkor úgy már jött a lavina. Igen, és eléggé önfejű vagyok, és ez ilyen, de hát tudom, hogy bennem van a hiba, vagy bennem is, vagy nem is tudom, de arra a döntésre jutottam, hogy nem változok meg most egy emberért, mert mindenkinek más az értékrendje. Tehát most, hogyha megváltozok egyik irányba, lehet, hogy a másik embernek az már nem olyan. Tehát így úgy, hogy mindenkinek megfelelni sose lehet. Mit vársz egyébként Amerikától? Ugye, hogy egy nagyon jó edzőhöz megyek, a Ramis úrhoz, nemzetközileg elismert edző, és Krisztával is szerintem eddig, amikor találkoztunk, jól kijöttünk. Abban biztos vagyok, hogy ő az én munkámban nagyon sokat fog dobni, már az, hogy vele edzhetek, és az ő edzéseiket csinálom más közegben. Ez biztos, hogy engem előre fele fog vinni, remélem, hogy nekik is pozitív lesz a vége. Napi gondolatodban benne van a Riói Olimpia? A válogatónál fogok indulni, hogyha minden jól összejön, és utána, hogy mi sül ki belőle, az már tényleg ott fog eldőlni, és olimpiáról mi jut eszébe az embernek, ilyen kevés hely, sok ember, aki oda szeretne jutni. Hát el fog indulni, és reménykedek a legjobbakban.